Egy kicsit kurvára itt rövid a lánc, itt meg hosszú a lánc. Igen? Hát nem. Egy miért? Nem kell. Kicsit fel tudod forgatni? Hát persze, hogy fel tudom. Óvatosan. Óvatosan. Minél gyorsabb. Ha ma túl legyünk rajta. Én már sok. Olyan kurva szenti. Fogom. Melyik felére kell? Erre röviden volt. Még egy picit arra vidd el a Martin fele. Ezt a kampot a Martin fele. Jó kb. Igen. De ott beakasztották mondjuk a lánc szembe is. Most várjál, most ugye ott vagyunk, állj meg. Most ugye ott vagyunk, ahol eddig voltunk. Most te meg, papu. Ennyi számít nekünk? Hogy? Valószínűleg te tudod a legnagyobb tudni. Nem a lánc, nem a lánc. Minden máshoz. Minden lánc. Legyen a lánc. Hát az egyből azért. Jó, persze, mert tartom. Az egyből az ellenére? Hogy bajnag itt egy 3 kilós. Akkor igazából el lehet mondani, hogy azért csináljuk ezt a műveletet most, mert hogyha oda videózol, talán nem látszik majd, amikor nem fog látszani, majd hogyha szedjük le akkor, a turbó olajzásának a visszafolyója ugye a karterba van belekötve, és ezért ugye ki kell cserélni, mert akkor ezt már nem tudjuk szét. Kicseréljük, aztán kész. Rakunk alá új tömítést, aztán visszalátás. Igazából akkor, amiért szükség volt erre a karter swapra, mert itt van ez a csöcs, ez a hegesztett alumínium, ezen folyik vissza az olaj a turbóból a motorba, ugye a karterba, és azt nem akartuk megfúrni, ezért csak szépen kicseréljük. Kicsit több munka, de tök mindegy. Mert hozom az új tömítést. Bárdi autó. Megjött új tömítések. Köszönjük Alexnak. Ezt be is dobjuk. Itt, hogyha kicsit közelebb jössz és oda közelítesz, az olaj pumpának a csavarját, mert az előző tulajdonos meghegesztette, úgyhogy nekünk ezt nem kell megcsinálni, csak látom előre a kérdéseket, hogy biztos az lesz, hogy szétszettük, akkor már miért nem hegesztettük le az olaj pumpának a csavarját, meg miért nem csapágyazzuk meg, ezt mindent megcsinálta az előző tulaj, úgyhogy nekünk nem kell, hál' Isten. Fogd a blokkot. Oké. De ne! Pont beszélsz. Jó. Elvileg jó. 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 Jó, hát akkor nem miért fogni. Pók. Mi van? Kurva anyád. Mi volt? Hülye vagy. Pók. Most kaszás fog. Na, ebben a videóban azt szeretném elmondani, hogy hogyan kell turbósítani egy BMW motort, mivel amikor mi turbósítottuk ezt a motort, akkor sehol nem találtam róla egy komplett egész turbósítós történetet, hanem úgy kellett összelegózni a darabokat az internetről, az ismerősöktől, meg mindenhonnan, nagyon sok segítséget kaptam, de szeretnék egy olyat alkotni, hogyha valaki akar turbósítani egy BMW motort, akkor csak megnézi a videót, és így nagyjából helyel közzel, de képbe lesz, hogy mit kell csinálni, mit kell átalakítani, milyen költségekkel jár, mit tudom én, honnan lehet beszerezni az alkatrészeket, miért érdemes, úgyhogy ez erről fog szólni igazából. Ja, mert Magyarországon amúgy nagyon sokan turbósítanak BMW motorokat, főleg ilyen M50-eket, meg M54-eket, viszont kevés róla az információ. Szóval még angol nyelven azért talán meg Amerikában elég sok videó van, ahol így az emberek elmondják, bár az is egy ilyen nagy, hosszadalmas videós sorozatok tömkelege. Ezért én szeretném egyetlen egy videóba belefoglalni, lehet, hogy ez egy kicsit hosszabb lesz, de itt Magyarországon nincs senki, aki ezt elmondja. Úgyhogy vállalkozunk a feladatra, úgyhogy
Szerintem lehet, hogy ez egy kicsit hosszabb lesz, de meg fogja érni, mert tényleg a legelejétől a legvégéig el fogunk mondani mindent, hogy ez hogy kell elképzelni ezt a turbósítós történetet. Úgyhogy ebből az M54 B25-ből, ami már meg van turbósítva, átszereljük az összes cuccot az M54 B30-ra, és közben elmondjuk, hogy mit, miért és hogyan. Természetesen nagyon sok módja van amúgy ennek. Ez igazából nem azt mondom, hogy mi találtuk ki, mert ezek elég standard dolgok, szóval már mindent csinált mindenki, úgyhogy mi is csak követtünk egy ilyen alapból meghatározott utat, úgyhogy szerintem tök egyszerű, szinte minden alkatrész polcra levehető. Ennyi. Na, kiszedjük ezt a kis olajgombát, ami a nyomást és a hőmérsékletet is méri. Ebből nem a gyárit használjuk, hanem egy ilyen utángyártottat. Következő az olaj szűrőháznak a sapkája, ami amúgy egy PMC Motorsport másolat, amit én martam ki, és az egyik barátom, a Zsédei Zsolti esztergálta nekem, úgyhogy innen a két kiállás megy az olajhűtőbe, és innen kapja az olajat végig ugye a kis turbónk. Úgyhogy ezért jó ez a sapka, hogyha valaki meg akarja venni, akkor polcról meg lehet venni, és elvileg plug and play. Motortartó vakot szerintem nem kell nagyon magyarázni, ezt igazából csak átrakjuk, mert az új motorhoz nem kaptunk, úgyhogy ennyi. Szerintem az a dolog, ami még fontos lehet, és sehol nem találtam róla semmit, és senki nem informált minket, egyszer megszívtuk, hogy nagyon nagy volt a kartergázunk, és itt, ezen a kis csöcsön én ezt levakoltam, és arról a dugó feljött, kilökte, és a pályán, vagyis hát a pálya mellett vettük észre, hogy folyik belőle az olaj. Úgyhogy mi ebből, ami gyárilag szerintem a kartergázból lejövő olajnak a visszavezetője, de nem akarok hülyeséget mondani, abból ezt mi egy lecsapató tartályba vezetjük el. Úgyhogy szerintem az egy fontos dolog, lehet, hogy másnak nincs ekkora kartergáza, vagy lehet ezen a motoron nem lesz, de mi inkább elvezetjük. Ez a cső. Ez ilyen custom made, hidrólik a boltba, összvíz szerintem egy 1200 forint, nem kell ide semmi fancy, bemész a hidrólik a boltba, megmondod neki, hogy ezt a menetet, meg azt a menetet, vagy hogyha a vanoszból hozott ki az olajat, akkor a vanosz menetét, és megcsinálják neked méretre. Semmi extra. Hey, mocskos anyádat, te! Itt amik vannak, ez a kis hővédő lemez. Igazából ez egy dupla védelem, most nyilván lötyög, de amúgy meg a lambda szondához van kikötve egy dróttal. Ez meg ide van a szelepfedélhez rögzítve, úgyhogy itt a gyújtó trafókat védjük a hőtől. Ez talán így felvezeti szépen a hőt. A trafók amúgy, ez klasszik, igazából szerintem már mindenhez ezt használják, ugye ez az Audi R8 trafó, mindenben BMW, 2JZ, akármi. M104, mindenben ezt használják, úgyhogy vagy 6000 forint darabja, de nem akarok hülyeséget mondani. De azok ott vannak, meg is mutatom. Itt vannak, csak eltűrtük őket. Audi gyújtótrafó, meg van jelölve, hogy ez például az ötös hengeré. Úgyhogy ennyi. Semmi extra. Ez pedig a lambda szondánk, ami a Max ECU-hoz jött. Igazából onnan kaptuk ilyen széles sávú lambda. Betekered, ez kész. Itt a lambda szondának a helye. A lényeg, hogy ennek a lambda szondának egy ilyen 10 centire kell magától a kipufogó csonktól lennie. Nekünk ilyen 15 centire van, és eddig hibátlan. Na, most a dolgoknak a legnehezebb része talán, leszedjük a leömlőt, ami elég nehezen hozzáférhető, és elég sok csavar fogja, főleg, hogy ugye be van bandázsolva minden, úgyhogy ja, ez el fog tartani egy ideig. Lejött a leömlő, ami egy K64 Performance Lengyelországból, nagyon jó termékeik vannak, ez is onnan van, mi nagyon meg vagyunk vele elégedve, úgyhogy mindenkinek bátran ajánlom, és szoktam is ajánlani amúgy,
mert Magyarországon ugye nem lehet ilyet kapni, csak az öntvény leömlőket, vagy valakivel csináltat az ember, de ez meg szerintem egy két héten belül ott tud lenni bárkinél Magyarországon is. Ez egy csodálatos dolog. Turbónk, az egy Hallset HX40. Sokszor kérdezitek, dízel kamion turbó. 40 ezer forintért vettük, de lassan cserés. Úgyhogy ez valószínűleg lejön. A basegate-ünk az egy TurboWorks. Ezt az LR Racingnél meg tudjátok vásárolni. Igazából ez a talán a legolcsóbb, amit lehet kapni, de ez is működik már amúgy egy ideje. Annyi, hogy a tengelyt kell újra köszörülni benne, mert kicsit szorult nekünk egy bárnál, de ilyen 0-8-ig hibátlan. Úgyhogy ennyi igazából. Gyorsan lekapjuk ezt a bandást rajta, mert nem tudom, hogy hol látszik. Kicsit, el van repedve, meg ez szét van máva. Szerintem az, hogy egy párszor izzott a leömlő így a szezon során, az nem tetszett neki. Úgyhogy leszedjük, megnézzük, hogy nincs-e elrepedve a leömlő, aztán vagy újra bandázsoljuk, vagy kerámia, vagy valami. Ez a ruhabandás tulajdonképpen ropogósra égett. Teljes mértékig. Szerencsére a leömlőn nem találtunk egy darab repedésre, semmit, úgyhogy megy vissza így, ahogy van. Úgy döntöttünk közben, hogy nem fogjuk bebandázsolni. Fölösleges, így legalább látjuk rajta, hogyha bármi probléma van, és nem kell. Így könnyebb visszerelni szerencsére, úgyhogy ennyi. Lesezettük a turbót, vészgétet, semmit, megy vissza. Legegyszerűbb aztán hamarosan megy vissza a motorba is. Amiről nem találtam sehol információt, azok ezek a portok, amiket úgy mondtak nekem, hogy ezeket amúgy le kell dugózni, vagy menetet vágni bele, és egy ilyen kis záró dugóval dugózni, vagy ami nekem van, azok is részdugócskák, még nem döntöttük el, hogy a másikat részdugókkal dugóztuk, ugye beletömtem, és az aljában levertem, ugye megzömítettem, és ezáltal ugye ez azt hiszem, hogy a kartergáznak valami visszavezetője, de nem vagyok benne biztos, vagy a nem tudom mi, EGR szelepnek valami visszavezetője, nem biztos. Az a baj, nem akarok hülyeséget mondani, úgyhogy inkább nem mondok semmit. De a lényeg, hogy ezek nekünk nem kellenek. Na, következő, amire szükségetek lesz, az egy szívósor. Ajánlatos ennek az M50 B25-nek a szívósorát használni. Ez tulajdonképpen az E36-okban volt, vasblokkos motor, és ennek elég nagyok a szívóportjai, és nem olyan, mint az M54 szívósor, hogy megy bele össze-vissza a levegő, hanem itt bejön, végigmegy és egyből be, úgyhogy nem sokat szarozik a levegő. Itt még elmondjuk az injektorokat, ezek Siemens Deca injektorok, 870 köbcenti, és hát ez egy kicsit túlméretes nekünk, de nem baj, mert inkább dolgozzon egy kicsit kevesebbet az injektor, mint hogy nagyon ki legyen maxolva, aztán megdögöljön. Úgyhogy lehet ezeket meg elvisszük amúgy beméretni, meg kitisztítatni, majd kitaláljuk. Hogyha nagyon akartok ALS-ezni meg egy kicsit jobb gázreakciót, akkor érdemesebb rárakni az M54-esnek a pillangószelepét, az M50 szívósorra, ami viszont magában nem lehetséges, mert ez alapból bovdenes gázzal jött, ugye bovdenes pillangóval. Viszont lehet venni nálunk ilyen csodálatos, mondjuk nem ezt a dizájnt, hanem már egy átgondolt verziót, aminek fokos a belseje például, hogy jobban áramoljon a levegő, mely egy kicsit kompaktabb dizájn, és erre ez rácsavarozható ide, erre a szívósor, és erre pedig rá maga az elektromos pillangó, amit elektromosan lehet ugye vezérelni, és a vezérlő az nagyon szépen is tudja. Legalábbis a miénk, aki másféle vezérlővel akarja csinálni,
arról nem tudok beszámolni, azt találjátok ki, de ezt a MaxiSU nagyon jól vezérli. Na, következő sorban, nyilván coolerezés, szükség van egy intercoolerre, minél nagyobb, annál jobb szinte, de én személy szerint nem szeretem, amikor a turbónak van hangja, mármint a lefúvás, úgyhogy nekünk van egy szép lefúvó szeletünk, amit az LR Racingnél meg tudtok venni, pont ugyanezt. Igazából ez az egész szívó sorban és a szívó rendszerből a túlnyomást szépen elengedi, vákumcső segítségével. Úgyhogy túlnyomást érzékel, szépen kinyit, szelebb benne, és eltávozik az atmoszférába a levegő. Úgyhogy ennyi, ez is a legolcsóbb kínai Appman márkája, hogyha minden igaz, de másfél éve tök jól működik. Azt is meg szoktuk kapni kérdésünk, hogy milyen gyertyákat használunk. Ezt igazából a Hubdino-nál az Emil és a Dani ajánlott, a sima kb. 1000 forintos NGK gyertya. Nekem a Bardiba azt mondták, hogy valami Forthoz van, mi azóta ezt használjuk. Igazából a tapasztalat az az, hogy én évente cserés. Vagy hát szezononként inkább úgy mondom. De azon kívül tök jó. Sima egypólusú. Kicsit már megégve. De most egyelőre ezt visszarakjuk. Lejön róla. Ja. Én óvatosan nem akarom nagyon megtépni, hogy ugye ide nyomaték kulcs kéne, de nincs nyomaték kulcsunk, úgyhogy ez a seregélyesi nyomaték kulcs. Akkor óva. Hashtag érzésből. Hallod Martin, mint hogy te főzöl érzésből, nem? Érzésből. Ennyi. A következő az valószínűleg az lesz, hogy kiégetjük a gyári szilenteket.